Túl korai tavasz, már pattannak a rügyek a gyümölcsfákon, a termesztők aggódnak, hogy újra nagy lesz a fagykár. Megszépült a kis templom, kívül-belül felújították az Ófehértói Árpádházi Szent Erzsébet templomot. Nemzetközi Filmfesztivál szeptemberben 3 napon át újra a filmeké lesz a főszerep Máté Szalkán. Több héttel korábban rügyet fakasztottak a gyümölcsfák az átlagosnál. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Fruitweb elnöke szerint ez abban az esetben nem gond, ha május végéig nem lesznek komolyabb fagyok. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint erre azonban kevés az esély az áprilisi sarkvidéki légtömegek miatt. A legtöbb gazda kiszolgáltatott, a fagykár elleni védekezésnek ugyanis komoly költségei vannak. Március első napjai, és már szinte kipattannak a rügyek a gyümölcsfákon. Ez a helyzet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a vegetációs időszak ráadásul 8-10 nappal követi az ország déli-délnyugati táját. Az elmúlt bő 2 hétben már semmi jele nem volt a téli időjárásnak. Napközben a 20 Celsius fokot is megközelítette, vagy több esetben elérte a hőmérséklet. Fagypont alatti éjszaka pedig mindössze 1-2 volt február közepétől. Nagyon erősen elindult a fák életműködése, ami értelemszerűen azzal a kockázattal fenyeget, hogyha innentől kezdve jönnek például a tavalyihoz, vagy az azt megelőző évekhez hasonló márciusi, áprilisi, vagy netán májusi lehűlések, éjszakai fagyok, akkor azok akár komoly károkat is okozhatnak. Nyilván a korai kitavaszodással semmi gond nincs akkor, ha innentől kezdve a május közepéig datálható fagyveszélyes időszakban nem lesznek komoly lehűlések. Akkor nincs gond a korai tavaszodással. Ez mindössze annyit jelent, a mindössze az idézőjelbe téve, hogy minél hamarabb indul a fák életműködése, minél hamarabb következik be a virágzás, annál hosszabb időszakot töltenek a fák abban a fenológiai állapotban, ami a fagykockázatok szempontjából a legjelentősebb fagykár valószínűséggel terhet. Ez azt jelenti, hogy ha még zárt a rügy, akár a mínusz 10 fokos hőmérsékletet is tűri, amikor azonban már a fa valóban kivirágzott, vagy megjelent a kis gyümölcs, mínusz 1-2 fokos hideg is nagy kárt tud okozni. Éppen ezért nagy a kockázat. Ha marad az enyhe idő, rövid időn belül virágba borulnak a fák. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján ugyanakkor áprilisban törvényszerűen érkezik egy nagyobb fagy. Vannak olyan típusú fagyok, amelyek ellen az egyébként még leghatékonyabb fagyvédelmi technológiák sem segítenek. Ezek az úgynevezett szállított fagyok, amelyeknek az a jellemzője, hogy 10-15 km per óránál nagyobb légmozgással jönnek, és ilyen szélsebesség mellett sem a légkeverésre, sem a hőtermelésre alapozó fagyvédelmi technológiák nem hatékonyak. Tehát ha ilyen típusú fagy jön, akkor nem tudunk semmit tenni. És sajnos az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy pont ilyen típusú fagyokat kapunk, betör az északi sarkvidék felől egy nagy hideg légtömeg, az az első vagy még a második nap jelentős légmozgással járva hoz nagyon hideg levegőt. Ha már akkor fagynak a virágok vagy a gyümölcsök, akkor tehetetlenek vagyunk. Apáti Ferenc hozzátette, a szélcsendes fagyok ellen már vannak olyan technológiák, amelyekkel egészen hatékonyan lehet csökkenteni a károkat, jelentős anyagi ráfordítással. Azt ugyanis általánosan ki lehet jelenteni, hogy a fagykár elleni védekezés kimondottan drága mulatság, így a károk mértéke a gyümölcstermesztők jelentős részénél továbbra is az időjárási viszonyoktól függ elsősorban. Szebb és komfortosabb körülmények között várja a híveket az ófehértói barokk tornyos gótikus műemléktemplom. Az épületbe vezető lépcső feljárót felújították, a lurdi barlangot pedig áthelyezték az udvarra. A munkálatok mintegy 50 millió forintból készültek el topos forrásból. Ezek a felvételek tavaly novemberben készültek, akkor még állvány vette körbe az ófehértói templomot. Belülről is sötét volt, szinte csak az oltár és néhány szobor maradt bent a felújítás közben. A sekrestye a 11. században épült, később épült hozzá maga a templom. A török időkben egy nagy része leégett az épületnek, 1641-ben szinte teljesen újjá kellett építeni. A templom egyik legkülönlegesebb része mai napig a közel 1000 négyzetméteres freskó, ehhez hozzá sem nyúltak a felújítás során. A freskók azok 1972-ben láttak napvilágot,
és annak ellenére, hogy Árpádházi Szent Erzsébet a védőszent, a nagy freskó, ami meglett örökítve, illetve ami meg is maradt, az viszont sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges és hangulatos, amikor ide belép valaki látogatott, rengetegen jönnek, hála Istennek sokan vannak, akik az ország minden pontjáról bejelentkeznek, és hogyha erre járnak, akkor feltétlenül megnézik a mi kis templomunkat. Élő közösségünk van, úgyhogy minden héten, hétköznap, illetve vasárnap teljes mértékben nyitott, befogadó és elfogadó. Közel 4 hónapon keresztül dolgoztak a szakemberek a templom felújításán. A külső és belső munkálatokat is régészeti felügyelet mellett végezték el. Ez nem csak a festést jelentette, kicserélték az ablakokat is, javították és lemosták a tetőt, és a fűtést is korszerűsítették. Nyírségi turisztikai lehetőségünk volt rá, tehát egy ilyen állami forrás az, aminek köszönhetően biztosítva lett az az összeg, amely egy nagyon komoly, valamivel több mint 50 millió forintot sikerült rá költenünk. A teljes külső és belső felújítása megtörtént, tehát a belső és a külső festés. Ezen kívül a templomnak a padozata az most már sokkal kellemesebb, hogyha ráülünk, hiszen padfűtéssel lett ellátva, illetve belülről közel 30-60 centi mélyen el lett távolítva a meglévő ajzat, beton, illetve a földréteg, és egy teljesen új és modern formában járunk most már az új lépcsőkön, illetve az új ajzaton. Kicserélték a teljes villamos hálózatot, így modernebb a belső világítás és a hangosítás is, a lurdi barlangot pedig az udvarra helyezték át. Nem csak az ófehér tójak imádkozhatnak ezentúl modernebb és szebb környezetben, hanem Mária Pócs közelsége miatt a távolabbról rendszeresen érkező zarándokok és turisták is megcsodálhatják a település ékszerdobozát, a barokk tornyos, gótikus műemléktemplomot. Immár 3. alkalommal rendez nemzetközi filmfesztivált Máté Szalkán a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és a Város Önkormányzata. Az idei esemény mottója vissza a gyökerekhez. A szervezők március 15-től várják a jelentkezőket játék, dokumentum és rövidfilm kategóriákban. A filmfesztiválon neves hazai és külföldi szakemberek értékelik az alkotásokat, a zsűri tiszteletbeli elnöke pedig Tony Curtis özvegye, Jill Curtis lesz. Szeptember 19-től 3 napig újra filmlázban ég majd Máté Szalka. Az elmúlt évek sikerei után immár 3. alkalommal rendeznek újra nagyszabású nemzetközi filmfesztivált Hollywood bölcsőjében. Az eseményt a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Máté Szalka önkormányzata közösen szervezi meg. A fesztivál helyszíne idén is az Adolf Cukor Filmszínház lesz. A tematika azonban ezúttal nem a névadó köré, hanem elsősorban Tony Curtisre épül. Vissza a gyökerekhez, ez lesz a mottója a filmfesztiválnak, nemzetközi filmfesztivál lesz, szeptember 19 és 21 között. Egy a filmvilágban ismert és profi szervező oldalon, hogy így mondjam, a Film Freeway-en fogjuk megkérdetni ezt a fesztivált, tehát a világ bármelyik pontján hozzáférnek az érdeklődők. 3 kategóriában fogjuk ezt a fesztivált megszervezni, játékfilm, dokumentumfilm, illetve rövidfilm, korosztály meghatározás nélkül, nemzetiségi meghatározás nélkül bárki jelentkezhet. Csupán az az egy kritériuma van, hogy tegyen eleget a Film Freeway feltételeinek, illetve ez a vissza a gyökerekhez tematika valahol visszaköszönjön. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere a filmfesztivált beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, nagy büszkeség a helyiek számára, hogy ez már Zsinórban a 3. nemzetközi esemény, amely ráadásul egyre nagyobb visszhangot kap. Mint mondta, a fesztivál felpesdítette a város kulturális életét. Ez az időszak, az elmúlt időszak nem csak az önkormányzatnak, egyébként az embereknek is nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen koronavírus járvány volt ugye 2020-tól, aztán kitört az orosz-ukrán háború, az energiaválság kitört. Én büszke vagyok arra, hogy Máté Szalka városa olyan erős kulturális szempontból,
hogy igaz, hogy nagyon-nagyon sok segítővel, akik nélkülözhetetlenek a sikeres szervezéshez, képesek vagyunk ezekben a nehezebb időkben is a filmfesztivál színvonalát a megfelelő szinten tartani, és egy olyan rendezvényt együtt megcsinálni, amire nem csak országos hírű kulturális szakemberek érkeznek, filmes szakemberek érkeznek, hanem a nemzetközi filmes világból is megtisztelnek bennünket. Fekszi Márta, az Origo Film Stúdió vezérigazgatója elmondta, az elszármazott hírességeknek köszönhetően Máté Szalka jelentősége megkerülhetetlen a filmiparban. Ezt most újabb elemmel tették egyértelművé. Köztudomású, hogy nálunk van egy tábla, azokról a színészekről, vagy azokról a szakemberekről, akik magyar származásúak és Oscar-díjat nyertek el, hogy van egy csillagösvényünk, ahogy ugyanúgy, ahogy a Hollywood Boulevardon Los Angelesben, hogy van a kis múzeumaink is. Az újabb terjeszkedés ezen a területen, hogy itt az úgynevezett hát múzeumi folyosón egy nagy falon egy Magyarország térkép lett felfestve, és ezenben a térképen belül mindazok a települések egy csillaggal, egy hollywoodi csillaggal feltüntetve, ahonnan annak idején kivándoroltak a Hollywoodba az elődjeink. Természetesen a térkép nem zárja le ezt a kivándorlást, hiszen látszódik Felvidékről, Kárpátaljáról, Romániából, illetve Vajdaságból, tehát Szerbiából kivándoroltaknak a települései is. Köztudomású és néhány évvel ezelőtt, mikor elkezdtük az együttműködést Máté Szalka önkormányzatával, hogy Máté Szalka azt a nevet kapta, hogy a Hollywood bölcsője. Hiszen ebből a térségből és központilag Máté Szalkáról ment ki a legtöbb filmes szakember. A sajtótájékoztatón bejelentették, az őszi eseményen jelen lesz, és a zsűri tiszteletbeli elnöki pozícióját tölti be Tony Curtis özvegye, Jill Curtis. A zsűri teljes összetételét a következő hetekben jelentik be, a jelentkezéseket pedig március 15-től fogadják a filmfesztivál szervezői. A következő tanévtől újabb két technikum csatlakozik az okleveles technikus képzéshez, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem együttműködésével óvodai nevelő, valamint turizmus vendéglátás képzés indul. Előbbit a Zay Anna, utóbbit a Sipkai Barna technikumban végezhetik el a fiatalok. 2021. szeptemberében első között indult okleveles technikus képzés a Vármegyeszékhelyen a Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum együttműködésének köszönhetően. A képzési kínálat következő állomásaként a 2024-2025-ös tanévtől újabb két technikum csatlakozik az okleveles technikus képzéshez. A Zay Anna Technikum és Kollégium oktatáságazatban óvodai nevelőképzés indul, a Sipkai Barna Technikum pedig turizmus vendéglátáságazatban kezdi meg az okleveles technikus képzést. Az iskolában a turizmus vendéglátás ágazatban az okleveles technikus képzésre kaptunk engedélyt a 24-25-ös tanévtől, és ez a lehetőség azért nagyon nagy lehetőség a gyerekeink számára, mert úgy tudnak ágazati szakirányban tovább tanulni, hogy kreditkönnyítést kapnak, illetve ezáltal rövidülhet az ő képzésük is. A jelenlegi egyeztetések alapján úgy látjuk, hogy legalább egy fél évvel biztosan rövidülni fog a képzésük, és nagyon sok olyan tantárgy lesz az egyetemi képzés során, amelyet nekik elismernek kreditként a középiskolai tanulmányaik alapján. Azok a tanulók, akik oktatáságazatba jelentkeznek a 10. év végén egy teljesítménymérés után, amiben az állóképesség, a zenei tudás, a szép magyar beszéd tartozik, választhatják az óvodai nevelőt. Később pedig, ha óvodapedagógusként szeretnének tovább tanulni, a Nyíregyházi Egyetemen ez szintén kreditbeszámítást, valamint a fél év rövidítését is jelenti. Tanulók a 9-10. Évfolyamon egy érzékenyítésben vesznek részt, ami azt jelenti, hogy megismerik a korosztályokat, megismerik azokat a tevékenységeket, amit ezekben a korosztályokban segítőként, pedagógusként vagy a pedagógus segítőjeként kell végezniük, akár a bölcsődében, akár óvodában, általános iskolában vagy középiskolákban, és utána a 10. év végén választhatják azt, hogy oktatási szakasszisztensek vagy óvodai nevelők lesznek.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem közös szándéka, hogy az okleveles technikus képzés edukációs palettája a gazdasági igényeket figyelembe véve újabb ágazatokkal bővüljön. Ezeknek a képzéseknek a diákok a legnagyobb nyertesei, hiszen megismerhetik azt a szakmát, amit utána professzionálisan űzhetnek. Szombaton egy front miatt hazánkban borongós párás, az ország középső kétharmadán esős időjárás volt jellemző. Emellett a sokévi átlagnál továbbra is jóval enyhébb volt az idő, a kevésbé csapadékos északkeleti területeken pedig ismét több helyen alakult ki hőmérsékleti rekord az éjszaka, írja a Hungaromet. Olyannyira, hogy az erre a napra vonatkozó 9,6 fokos legmagasabb minimum hőmérséklet rekordját, amelyet 1994-ben Mezőhegyesen regisztráltak, holtversenyben döntötte meg Milota, illetve napkor állomásainak szélső értéke. A leghűvösebb órákban mindkét helyszínen csupán 10,6 fokig süllyedt a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Idei első hazai bajnoki győzelmét aratta a kisvárdai futballcsapat a hétvégén. A Várkerti stadionba 2024-ben még veretlen Zalaegerszeg látogatott, a mérkőzést pedig végül Feckó Tamás együttese nyerte 1-0-ra. A Kisvárda 23 fordulót követően az NB1 tabellájának 11. helyén áll, 7 ponttal lemaradva a még bent maradást érő 10. helytől. Megszerezte 9. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli, az NKS az amatőr NB1 fehér csoportjában Sziget-Szentmiklóson a BKG Prima 2 csapata ellen nyert 70-68-ra. A tabella 3. helyén álló NKS pénteken a Szent Pál Akadémiához látogat. A szezonban először találkozott a két csapat, mivel a nyíregyházi mérkőzésre nem utazott el a Sziget-Szentmiklósi együttes. Az első negyedet a vendégek kezdték jobban, 10 perc játék után 9 ponttal vezetett a kosársuli. A második játékrész döntetlennél zárult, majd fordulás után faragni kezdte hátrányát a BKG. A hajrá izgalmasan alakult, de végül 2 pontot megőrzött előnyéből Farkasinszky Gyuláni együttese. Úgy gondolták, hogy ennek a mérkőzésnek ők a torony magas esélyesei, ami alapvetően igaznak is kellett volna, hogy legyen, mert ugye a kezdő csapatuk azért az NB1-ában is játszik, és már most nem keveset, tehát 20 perceket, sőt van, aki 30 percet is játszik. De valamilyen szinten úgy nem gondolták azt, hogy mi óriási, hogy ellenfelek lehetünk, és ugye az első negyedet az sikerült azért egy 10 ponttal nyernünk, és ez volt az, ami megalapozta azt, hogy a későbbiekben sikerült az eredményt tartani. Ők pedig nem igazán tudtak annyira közel férkőzni, hogy a mérkőzést is megnyerjék. A fehér csoport élén a Zsíros Akadémia Kőbánya áll 11 győzelemmel és 3 vereséggel. A második Ajkának és a harmadik Nyíregyházának egyaránt 9-5-ös a mérlege. Az NKS már matematikailag is bebiztosította azt, hogy a legjobb 6 között zárja az alapszakaszt. Amikor az Alegerszegre mentünk, már akkor is az lett volna a cél, hogy mérkőzést nyerjünk, mert akkor csak ezzel már tényleg tét nélkül és minden izgalom nélkül játszhattunk. A Győr ugye, amikor jött, akkor egy kicsit izgultunk, mert ugye a Győrnek azért ott vannak az ában játszó játékosok, és az a Győr egy jó csapat, főleg, hogyha mindenki játszik. De szerencsénk volt, a Győr végül nem hozott le mindenkit, mert neki is voltak utána még két mérkőzései. Így azzal a győri mérkőzésem is igazából már bebiztosítottuk azt, hogy a 6 közt fogunk végezni, tehát tök mindegy, hogy az utolsó mérkőzéseinket mit játszunk. Most azt, hogy most a BKG-t is megnyertük, én nem tudok ezzel hova tortát, mert olyan előkelő helyen vagyunk, és azon izgulnak, hogy nehogy Sopronba kelljen menni. Tehát is csak az, amíg mindig van izgulni valónk, főleg az, hogy azért jó lenne, hogyha nem az ország másik végére kellene leutaznunk azért a mérkőzésért. Én nem tudok ezzel, mert ott vagyunk, ahova szeretünk volna jutni, én úgy gondolom, hogy ebben az évben el kellett érni a csapatnak elérte. A nyíregyháziak legközelebb pénteken Budapesten a tabella 8. helyén álló Szent Pál Akadémia otthonában lépnek pályára. Vereséget szenvedett a Fátum Nyíregyháza a női extraliga negyed döntőjének 4. mérkőzésén. Adrián Csilinszky együttese pénteken 1-3-ra kapott ki a MÁV előre csapatától. A tovább jutásról így a párharc 5. felvonása dönt, amelyet kedden este játszanak Székesfehérváron. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
A január is melegebb volt az átlagtól, a február pedig szinte teljes egészében tavaszias időjárást hozott. Nem előnyös azonban ez a gyümölcstermesztők számára. A fák a szokásosnál jóval korábban rügyet bontanak, ez pedig növeli a kockázatát annak, hogy a virág vagy az apró gyümölcs is lefagy a tavasz során. A legtöbb gazda kiszolgáltatott, a fagykár elleni védekezésnek ugyanis komoly költségei vannak. Befejeződtek az ófehértói Árpádházi Szent Erzsébet templom külső és belső felújítási munkálatai. A fejlesztést a terület és település fejlesztési operatív program turisztikai pályázatának támogatásával valósították meg. A templomot Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök áldotta meg a vasárnap délután kezdődő szentmisén. Március 4-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden egy kezdődő hidegfront alakítja az időjárást, a légmozgás az ország keleti felén többnyire mérsékelt marad. Zömmel napos idő várható, de egyes helyeken előfordulhatnak átmeneti záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul.